Jó napot kívánok, ez itt az Ügyfél óra. Hétről hétre jelentkező műsorunkban Maros megyei polgármesterek látogatnak el, hogy az elmúlt időszak eredményeiről, kihívásairól és további céljaikról beszélgessünk. Mai meghívottam Varga Adórián, Balavásár község polgármestere. Üdvözlöm a műsorban. Köszönöm szépen a meghívást. Mondhatjuk ugye, hogy kampányhajrában vannak már. Milyen a helyzet, milyen a közhangulat a községben? Így van, mi már kampányt elkezdtük időben, és végigjártuk a településünk falvait, megpróbáltunk minden házhoz eljutni, mindenkivel szóba állni, és úgy érezzük, hogy a lakosság megértette ezeknek a választásoknak a tétjét, hogy ugye most az európai parlamenti választásokkal össze van vonva a helyhatósági választást, itt már nem csak az a kérdés, hogy akkor Balavásár községnek lesz RMDSZ-es polgármestere, vagy az a csapat, aki az elmúlt 4 évben dolgozott és eredményeket tudott felmutatni, hogy továbbra is marad és végezheti a dolgát. Nem csak az a kérdés, hogy Maros megye élén Péter Ferenc elnök úr és az RMDSZ csapata tovább tudja folytatni a munkáját, hanem az is, hogy az Európai Parlamentben képviselve lesz-e az erdélyi magyarság, lesz-e hangunk Európában, és bele tudunk-e szólni abba, hogy milyen források jöjjenek a községeinkbe, a településeinkbe. Ugye mondta, hogy végigjárták a falvakat, nyilván ezt azért nagyon gyakran nem lehet elvégezni, ugye, hogy meglátogatni a lakosokat a napi teendők mellett. Milyen visszajelzések jöttek? Ugye első mandátumát zárja polgármester úr, milyen visszajelzések jöttek így a lakosok részéről? Visszajelzések többsége az pozitív volt, tehát az emberek értékelik és látják a fejlődést, látják, hogy hogyan alakult községünk az elmúlt 4 évben, amit említettél te is, és az emberek is hiányolták az a személyes kommunikáció, amit próbáltuk a hivatal Facebookján, saját Facebookon, mindent, amit elértünk, és ami fontosnak tartottunk, azt lekommunikálni, de viszont arra, hogy személyesen mindenkivel rendszeresebben találkozunk, erre nem igazán jutott idő az elmúlt 4 évben, rengeteg teendő mellett. Ugye mondta, hogy a visszajelzések pozitívak voltak, viszont vannak azért negatív visszajelzések is, ha nem is a lakosok részéről, de más olyan politikai szervezetek, pártok részéről, akik nem feltétlenül díjazzák sok esetben egy település magyar vezetőségét. Ugye itt most a szélsőséges Áurra gondolok. Ugye az önök településén is volt egy olyan helyzet, amikor ugye a párt képviselői azért megkérdőjelezték, de azért nem tetszésüket fejezték ki. Hogyan látja ez polgármester úr, mennyire építő vagy romboló egy ilyen helyzet, egy ilyen szélsőséges pártnak a jelenléte így a Maros megyében? Én ahogy látom, a község szinten békében élnek a románok, a magyarok, meg a romák. Éveken keresztül nem voltak konfliktusok, együtt próbálják építeni a községet, közösséget, sőt barátok, barátságban élik ezt le. Ezt, amit most az Áur és az Áur politikusai művelnek, ez manipuláció, tehát ezzel próbálnak ők szavazatokat szerezni. Én szerintem Balavásár község nem vevő erre. Ugye említette, hogy békében élnek különböző etnikumok, erre egy jó példa a tegnap előtt felavatott ugye óvoda is, amelyben mindhárom etnikum gyerekei járnak. Most megnézzünk egy rövid összeállítást erről, és akkor utána folytatjuk a beszélgetést. A Balavásár községhez tartozó Egrestőn románok, magyarok és romák békésen élnek együtt. Nekik készült ez a beruházás, hangzott el hétfő délelőtt az óvoda átadó ünnepségen. Az oktatás intézet megépítésére Európai Uniós alapokat hívott le a helyi önkormányzat. 1.800.000 lejre nyertünk finanszírozást még 2019-ben a Központi Finanszírozási Ügynökségtől, és ebből indítottuk el a maga az óvoda építését. Ugye időközben itt, mivel az építkezési anyagárak megdrágultak, itt lett a jelentős önrésze is a községnek, de mivel számunkra nagyon fontos volt ez az épület, és Egrestő számára fontos volt,
finanszírozta az önkormányzat, és így sikerült befejeztünk az épületet. A teljes bútorzatot, illetve az udvaron található játszóteret is a pályázatból valósították meg. Az egyszintes épületben három tanterem, mosdók, orvosi kabinet, tanári szoba, illetve egy multifunkcionális terem is helyet kapott, ami alkalmas rendezvények lebonyolítására, valamint tornaórák megtartására is. Az óvoda 60 gyermek befogadására alkalmas. Kelemen Hunor, az RMDS szövetségi elnöke az ünnepségen elmondta, több száz óvodát és iskolát építettek, illetve újítottak fel az elmúlt években, egy részét uniós alapokból, a másikat állami költségvetésből. Elkezdtünk egy olyan beruházást infrastruktúrába, oktatási infrastruktúrába, amely biztonságos iskolákat jelent minden tekintetben, hisz rengeteg olyan épület van, ami nem felel meg a mai kor követelményeinek. Másrészt pedig az volt a szempontunk, hogy ne legyen olyan magyar vidék, település, közösség, hogyha magyar iskolába akarják járatni a gyereket, akkor ne legyen lehetőség a családnak. Bejárható távolságon belül legyen egy jól fölszerelt oktatási intézmény. Ez a mai rendezvény is abban erősít meg, hogy itthon is meg tudjuk teremteni azokat a körülményeket, amelyre nagyon sokan azt mondjuk, hogy vágyunk, és amelyek a távoli országokban megteremtettek már, fogalmazott Péter Ferenc Maros megye tanácsának elnöke. Az ünnepségen az egrestői gyerekek műsora volt látható, ezt követően a helyi református, ortodox és római katolikus lelkipásztorok megáldották az új épületet. Végül egy rendkívüli szalagvágás következett, a helyi óvodások vágták el a jelképes szalagot. Hogyan látja, miért volt fontos beruházás ez, vagy önmagában az óvodának a megépülése, milyen cél szolgál, van rá valós igény? Egrestő volt az egyetlen településünk, ahol pozitív volt a népszaporulat az elmúlt években, ezért is tudtunk pályázni, hiszen ez egy kritérium volt a pályázat leadásakor. Egrestőn egy iskolánk van, egy épületünk volt, ahol négy termünk volt, és ebben volt az óvoda, meg az iskolai csoportok is egyben. Az utóbbi időkben már nagyobb volt a gyereklétszám, és nem fértek, így a kultúrotthonba volt átköltöztetve két iskolai osztály is, és ez egy reális igény volt, és minél hamarabb meg kellett ezt építenünk, és így most modern körülmények közt tanulhatnak úgy az óvodások, mint az iskolások Egrestőn. Ugye a legkisebbekről beszéltünk most, az óvodásokról, viszont készülnek egy olyan tervvel is, ami a nappali idős foglalkoztató központ, ugye az idősebb generációra is megpróbálnak odafigyelni. Mit jelent konkrétan ez a foglalkoztató központ? Hát ugye az egyik nagy problémája a községünknek és minden a vidéki településnek többnyire, hogy idősödik el a lakosság. A gyerekek vagy külföldön, vagy nagyvárosokban élnek, és az időseink itthon magukra maradnak. És erre találtunk egy megoldást, és pályázati lehetőséget erre is pályáztunk, amit sikeresen megnyertünk, most készítjük a kiviteli tervet. Ez egy nappali foglalkoztató központ megépítését foglalja magába, közel 2 millió eurós beruházás, amiben az idősök ugye reggel bemennek, a nappali tevékenységek, orvosi kabinet, fizioterápiás kabinet, egészségügyi szolgáltatások mellett kikapcsolódás, szórakoztatás, és talán még a későbbiekben egy ebédet is fogunk tudni nekik biztosítani. Tehát ezek a magukra maradt idősek otthon csak éppen aludni járnának haza, ez az elképzelésünk ezzel a központtal. Uh-huh. Ugye ez még a tervezés fázisában van, vagy nem egy konkrét megvalósítás, de beszéljünk a konkrét megvalósításokról is. Ugye első mandátumát zárja nem sokára polgármester úr. Milyen megvalósításokról tudna beszámolni? A legfontosabbak, amit sikerült befejeznünk és használatba is adnunk ez alatt a szűk 4 év alatt, mert még nem telt ki a 4 év. A két kultúrotthont újítottunk fel teljesen, a Kendés, a Balavásári kultúrotthont, ezek használatba is vannak adva,
és igyekszünk is megtölteni őket élettel. Emellett ravatalozót építettünk Balavásáron, ez is elkészült és használatba van adva. Támogattuk a fületelki ravatalozó építését, és a napokban fejezünk be Kiskenden még egy ravatalozót, így ezzel a teljes község minden településén lesz ravatalozónk. Ez volt egy olyan igény, amit megfogalmaztak a lakók úgy ezelőtt 4 évvel, hogy akkor legyen mindenhol egy ravatalozó, és ezeket megoldottuk, vagy mi, vagy az egyházakkal társba, de sikerült ezeket befejeznünk. Emellett, amit a legnagyobb megvalósításunknak tartok, az a csatornahálózat kiépítése, szinte nulláról indítottuk el 2020-ban, és itt több mint 1000 háztartást tudunk már rácsatlakoztatni az idei év folyamán a csatornahálózat. Elkészült teljesen Kent, Balavásár és Egrestő csatornahálózata, itt az utolsó tesztek folynak és használatba tudjuk adni. Emellett vízhálózatot építettünk ki, ez Kenden teljesen ki van építve, Balavásáron folynak a munkálatok jelenleg is. Szennemeteren egy közel 1 kilométeres utcát aszfaltoztunk le, ami ugye a szennemeterieknek ugyanígy a legnagyobb igényük volt 4 évvel ezelőtt, hogy akkor a fő utcáik az legyen aszfaltozva, ezt sikerült megvalósítanunk. Meg rengeteg pályázaton dolgozunk most is, amik még folyamatban vannak, ezek majd a jövő kérdései lesznek. Ugye ezek a megvalósítások, amelyeket említett, de ugye alapvetően a elkészült beruházásokat tekintve, milyen köze van az Európai Uniós forrásokhoz? Beszéljünk egy kicsit erről is, hogy ugye a megvalósítások mögött milyen arányban állnak uniós források? Pályázataink és projektjeink többsége az uniós finanszírozású, és ezért nagyon fontos nekünk az, hogy továbbra is legyenek uniós finanszírozások, hiszen ezek nélkül, a pénzek nélkül nagyon keveset tudnánk haladni, meg nem tudnánk ezeket a beruházásokat akkora összegekre rúgnak fel, hogyha nincsenek az uniós pályázati lehetőségek, és nem tudunk élni velük, akkor nem tudnánk ezeket tovább vinni, befejezni, meg új igényeket repályázni. Ugye szűk 4 év alatt azért volt pár látványos beruházás, ugye említette a szennyvízcsatorna hálózat kiépítését is, amit a nulláról kezdtek. Azért az elmúlt 4 évben nagyon sok minden történt, akadályok, nehézségek is felléptek több területen. Milyen kihívásokkal néztek szembe önök az utóbbi 4 évben? Hát ugye a mandátumot a koronavírus járvány közepén kezdtük meg, ez volt az első, ami a legnagyobb akadályt gördítette elénk. Ugye az építkezési anyaghiány, utána hirtelen drágulások, utána rögtön következett az ukrajnai háború, ami szintén az üzemanyagárak, meg az építkezési anyagárak ingadozását hozta magával, és ezekre legtöbb pályázat nem nyújtott lehetőséget, hogy ezeket uniós forrásokból vagy kormányforrásokból tudjuk finanszírozni. Ezeket a többletköltségeket mind az önkormányzat költségvetéséből kellett finanszíroznunk, és szerintem ez volt a legnagyobb nehézségünk, hogy ezeket a pénzeket előteremtsük, és ugye ezeket valahonnan el kellett venni, mert bevételeink azok fixek, és ez volt a legnehezebb. Ugye beszéltünk a megvalósításokról, amelyek már készen vannak, de nyilvánvalóan vannak további céljaik is, vagy olyan projektek, amelyek folyamatban vannak. Beszéljünk ezekről, ugye nemrégiben a Facebook oldalán közzétett videóban jó párat megemlít, itt ugye járdahálózattól elkezdve aszfaltozás, ingyenevíz, pszichológiai kabinet, de vegyük ezeket sorba, ugye akár a járdahálózattal kezdhetjük, és utána a többi célról, tervről is kérem számoljon be. Ugye, mint a megvalósításoknál említettük, csatorna és vízhálózatot építettünk ki több településen, ameddig ezeket a munkálatokat nem végeztük el, és nem állítottuk helyre a terepet, addig nem lehetett se járdahálózatot, se az utcák aszfaltozását megvalósítani. Úgyhogy most, hogy ezek megvannak, az elkövetkezendő 4 évben prioritásként fogjuk kezelni, főleg a nemzeti, meg az európai út menti településeken a járdóhálózat kiépítését és az utcák leaszfaltozását. Ugye pszichológiai kabinet, gyógyszertár, egészségügyi dolgok ezek.
Miért tartják fontosnak ezt, hogy ugye a településen bár közel van Marosvásárhelyhez, azért legyen egészségügyi ellátás is? Az egészségügyi ellátás családorvosi szinten, meg gyógyszertárak jelenleg is vannak, de viszont annyira leromlott az épületeknek az állaga, ami az önkormányzat tulajdonában van, hogy felújításra szorulnak. És ezekre nyertünk pályázatot, épp a napokban fogjuk aláírni a kivitelezési szerződést, és elkezdődik ezeknek az épületeknek a felújítása, a modernizálása, és elérhetővé tétele a lakosság számára. Ugyancsak itt jelent meg a Smurd mentőállomás is, ezt hogyan képzelik el? Ezt a belügyminisztériummal közös projektünk, mi biztosítottuk a helyet, a területet számukra, és mivel Balavásár egy úgymond központi helyen fekszik, hiszen egyenlő a távolság Segesvár, Marosvásárhely, Szováta és Dicsőszentmárton közt, és maga a tűzoltóságnak is érdeke, hogy ebbe a csomópontba egy telephelyet helyezzen ki, hiszen nagyon rövid időn belül el tudja látni ezt a körzetet, és nekünk is egy óriási előnye ez, hiszen ha a község területén van egy sürgősségi mentőszolgálat, meg egy tűzoltóság, bármi történik a község területén, 3-4 percen belül oda tudnak érni, oda tud érni a segítség, és ez emberéleteket menthet. Ugye, amíg ez elkészülne, az is fontos, hogy a június 9-i választásokon jól szerepeljenek, úgy a polgármester jelölt, mint a helyi tanácsosi lista. Hogyan látja a soron következő választásoknak a fontosságát először a községben, és utána akár a megyére kitekintve az összefüggéseket, kapcsolatokat? Remélhetőleg a lakosság megértette, és a visszajelzésekből úgy is érezzük, hogy megértette ennek a választásnak a tétjét. Azt is, hogy helyi szinten nekünk ezt a munkát tovább kell folytatnunk, hiszen rengeteg beruházásunk van, amit elkezdtünk, és amiket be kell fejezni, és felmértük az igényeket, tudjuk, hogy mi a teendőnk az elkövetkezendő 4 évben, ezeket próbáljuk már dokumentálni is, és előkészíteni a pályázatokat, és előtanulmányokat ezekre az igényekre, és itt nem csak a polgármesteri tisztségről, hanem a tanácsosi csapatról is, hiszen ha megvan a többségünk a tanácsban, és olyan emberek kerülnek a tanácsba, akik képesek és akarnak tenni a községért, akkor ez meg fog látszani a következő 4 évben. Ugyanúgy nagyon fontos számunkra, hogy Maros megye, Péter Ferenc elnök úr, és a Maros megyei tanács tovább vigye az elkezdett munkákat, hisz még nagy terveink vannak, föl a Kükülő mentén, Balavásár vidéken, ugye el fog kezdődni a vízhálózat bevezetése, ami egy óriási kihívás számunkra és egy igény, hiszen mi kiépítjük a hálózatot, de ahhoz, hogy ebbe ivó víz kerüljön, ahhoz a megyei hálózat, megyei tanács kell kiépítse a fő vezetéket. A másik nagyon fontos dolog, ami Balavásárt érinti, ez a Balavásáron áthaladó, Balavásár-Dicsőszentmártonnal összekötő megyei útnak az állapota, ami az elmúlt időben nagyon megromlott, és erre van is előtanulmány készítve a megyei tanácsnál, és úgy érezzük, hogy ha tovább marad a jelenlegi vezetés, akkor ez modernizálódni fog, és meg fog oldódni. Hát legyen így, és sok sikert kívánok a munkájukban. Polgármester úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, és válaszolt a kérdéseimre. Köszönöm szépen a meghívást. A nézőknek köszönöm a figyelmet, legyen egy további szép napjuk, viszontlátásra.